A Magyar Labdarúgó Szövetség és egy üdítő italgyártó cég közös kezdeményezése a Coca-Cola Cup, mellyel a középiskolások körében kívánják népszerűsíteni a labdarúgást és minél több fiatalt megnyerni a sportágnak. A több országban már évek óta, például Lengyelországban a 90-es évek végétől sikerrel működő sorozatot hazánkban első alkalommal rendezik meg. Egy csomó területen próbál az MLS nyitni, hogy minél többen futballozzanak, és a középiskolások, akik egyébként nem játszanak egyesületbe, iskolai bajnokságokba, azoknak biztosítsunk minél több helyen lehetőséget arra, hogy focizzanak. A sorozat főszponzora már évek óta komoly szerepet játszik hazánkban az egészségmegőrző, vagy éppen a tömegsport programok terén. A célunk az az, hogy évről évre folytatódjon a versenysorozat. Európa több országában már nagyon sok éve folytatják. A legrégebbi az a lengyel Coca-Cola Cup, ahol 1999 óta versenyeznek a fiatalok. Az is nagyon fontos, hogy ne csak a versenyző fiatalok jöjjenek a meccsekre, hanem jöjjenek a családtagok, a szurkolók, az osztálytársak, a tanárok, mindenki, akinek számára fontos az aktív életmód. Székesfehérvár vezetése is örül a kezdeményezésnek. A cél, hogy városunkból és a megyéből legalább 100 csapat nevezzen a sorozatba. Biztos vagyok benne, hogy ez sikerülni is fog. Én úgy gondolom, hogy az iskolai igazgatók ebben partnerek lesznek, és minden iskola minél több csapatot fog tudni kiállítani. Ahhoz, hogy ehhez ösztönözzük is őket, egyébként polgármester úr az önkormányzat egy serleget ajánlott föl a legtöbb csapatot kiállító iskolának, Garancsi István és a Videoton pedig focilabdákat. A selejtező köröket december első felében és márciusban, a megyei döntőket április 15-e és 30-a között tartják. A megyei döntők legjobb 20 csapata vesz részt a Coca-Cola Cup országos döntőjében, amelyet 2013. május közepén rendeznek meg. Jelentkezni pedig november 15-ig lehet.